Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok itt a csatornán, amint látjátok, folytatjuk az off-road kalandokat, és ugye megpróbáljuk leszállítani a lehetetlen, mármint ezt a hosszú platónyi rönköt ezzel a mazzal. Ami az a hosszú plató, az gyakorlatilag amióta felrakták a fátra, azóta a kerekei azok tövig vannak a sárban, nem tengelyik, hanem tövig. Így mozgás közben még néha egy kis jön sárból. Ezt is megpróbáljuk meg megfordulni anélkül, hogy felborítanánk a rakományunkat. És mikor itt innen ki tudok jutni, akkor utána csinálunk egy útvonaltervet. Addig meg se próbálom, lehet, hogy ki se jutok, ugye? Oda nézzetek, gyerekek, ez mi a halál? Ez szerintem még a maznak a... Maznak is korlátokat szab ez a rakomány. Meg főleg ezek a kövek, benne a földben, nem elég, hogy derékigérő sár van, de még ilyen szikladarabok is. Ez egy élmény. Na, fordulj már el! Diffit kikapcsolnám, jobban fordulna, hát Diffi nélkül meg ez meg sem mozdul itt. Gyerekek, hát nyomok egy kövér gázt, azt megpróbálunk átkelni azon a ezeket a tuskókon, vagy nem tudom, mit csinálják komolyan. Meg kellene húzatnom egy kicsit az elejét, lehet, hogy haladó módban átváltunk, és akkor megtépjük az elejét arra, hogy valamerre. Ez így nem nagyon akar működni. Mondjuk így. Ezt nézzük, hogy mi történik. Kicsit megrángattuk. Valami van előttem? Jól látom, vagy jól érzem? Juhúj! Nem annyira veszélyes, csak egy tuskó. Ahogy azon átkapsz. Jól van, oké, ez jó lesz. Leakasztunk. Ahogy. És akkor talán most már kikecmergünk innen. Nagy gázzal, kijön az. A franc egy meg. Igen, még behorítom itt ezt a gépet. Rendteletesen rángatja a plató, majd a vontatmány. Hatalmasok ezek a rönkök. Há, elfér? Az igen. Ez ki volt centizem, mi? Jézus Máriám! És akkor meg még el kéne fordulnom most arra, jobbra. Hát ez nem tudom, hogy fog menni. Hoppá! Ez majdnem neki bentő. Úgy és akkor még egyszer megszedjük, talán elfordul már. Ha csak nem tolja az elejét, valamikor tök jó fordul, valamikor meg tolja. Na! Oh yeah! Hagy helyet magad mellett! Csak nehogy felborítsuk! Nehogy felborulja, jújjúj! Most azért ilyen helyzetekben szerintem az a kerék az úgy durranva volna ki a francot. Meg azt nézem, hogy be van akadva egy csomó kő. A kerék, nézzétek! A kerék az csúszik. Nem forog, hanem csúszik, így beékelődtek ilyen kövicsok. Na! Akkor nézzük, hogy merre kellene leszállítanunk ezt a fát. Ó, itt van egy elég szép kis útvonal. Szinte már strádának nevezhető. Egész végig. Ez jó az útvonal, nézzétek! Itt végig gyakorlatilag egy ilyen torony irány csinálok egy ilyen utat. Azt nem tudom, hogy ezen a folyón ez mennyire lesz mély. Mondjuk szerintem erre, és akkor itt mellette, valahogy így. Itt megpróbálunk átvágni majd. Na mindegy, nézzük meg így, hogy mennyire sikerülne. Valahogy így képzeltem el. Hát, nem tudom, tényleg, majd meglátjuk. Így esetleg, és akkor valahogy... Így nézzétek, és itt van egy út tovább. És itt meg ugye már akkor... Úristen, itt remélem, hogy van valami út, és akkor itt odaérnénk a rengeteg, teljesen hosszú, még szerencsé, hogy külön gameplay-e beindította meg. Na, akkor lépjünk rá a gázra, merre volt az utunk? Oh yeah! Igen, jó. Ezen a széles sávon kell mennünk, úgyhogy nem lesz van. Annyi az lényeg, hogy bírja az üzemanyagunk, remélem, hogy fogja bírni. Hát nem biztos, hogy fogja bírni ennyi, ilyen hosszú úton. Gyerekek, ez nem beteg, és egy kicsit.
Tudom, gondolkozok, bemenjek ide az erdőbe, de lehet, hogy nem megyek be, mert általában rosszabbul járok az ilyen levágásokkal, mint a normál utakon. Na hát itt a köveket, azokat biztos összegyűjti a vontatmány. Ezért nem átmegy rajta, hanem így átpattog rajta, meg még ráadásul be is szorultak. Ott egy kőbe szorult egy hatalmas az alvázába annak a... Hát ez borzalmas, ez már, az már abszurd, hát az a... Ó, és itt keményebb talaj van, nézzétek. Van itt egy kis keményebb talaj, de jó. Jaj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 
gondolkozok, hogy próbáljak itt szárazon menni, de semmi értelme. Hát a vízen is ugyanolyan egyszerűen átmegy az a massz szerintem. Nem érdemes kerülgetni, nem? A vicces a rakomány, tényleg vicces. Hogy mint egy ilyen ekét húzzuk magunk után. Tényleg, ha kereket nem lenne, akkor ugye ilyen sebességgel közlekednénk. Abban biztos vagyok. Hát még szerencsé, hogy nem a Krasszal indultuk neki ennek a kis faszállításnak. Na, a Krasszt megnézem egy ilyen mondtatóval, egy ilyen hosszúval, vagy ilyen hontatmánnyal. Ezzel a hosszú pótkocsival. Vicces lenne. Vagy pedig az izét behozom. Csinálunk majd egy olyan gameplayt, lehet a következőben, hogy kipróbáljuk a járműveket, minden járművet, hogy mégis mit lehet vele művelni, mit tudom én, rákasztok a liazra egy ilyen nyerges pontatmányt. Jaj, elrumálom azt, hogy van egy kőhalmod, arra nem kell volna rámennem. Teljesen jó haladunk különben. Ez a maz, ez nagyon beteg jó. Szinte még nem is lassultunk. Arra kellene szednem, ezeket a köveket nem szeretem, ezeket a nagy köveket. Valamilyen szinten ki kellene kerülni őket. Hát, nem sikerült kikerülni. Tényleg ez a maznak nem okoz gondot, de annak a vontatónak igen, hogy összeszedi őket. Csokorba gyűjti. Jaj. És nem borult fel. Itt a Krasz az már benn feküdne a tócsába. De gyönyörű ez a gép. Komolyan, ha nyerek a lottón, akkor egy ilyet fogok venni, és ezzel fogok közlekedni. Tudom, hogy nem engedik rá az utakra, de nem is kellene neked utak, nem? Ennek a járműnek nincs szüksége utakra. Jaj, van egy olyan orosz közmondás, ugye? Nem tudom, azt írtátok? Ne! Ezt nem tudom, hogy érzékeltétek-e, de megbillent az egyik oldala, ezt vissza fogom nézni, az egyik oldala az a levegőben voltak ennek a maznak. Na, azt akartam mondani, nem tudom, hogy ti írtátok-e, vagy egy haver, van egy offroados haver, ő mondta, hogy az oroszok nem építenek utakat, hanem az oroszok azok autókat építenek. Hát ez igen. Ez tökéletes példa. Na jó, most vagyunk fél tanknál, vagy kicsit lejjebb, mint fél tanknál. Nagyon megbízom benne, hogy kibírja. Bár még szerintem fél úton se vagyunk, az a probléma. Ha úgy lesz, hogy kifogyna az üzemanyag, akkor csinálunk egy olyan részt, úgyse próbáltuk még ki azt a kamaszt. Van az a sárga, az a tartályos. És akkor azzal megpróbálunk lejönni. Hoppa, arra nézzétek, arra vezet egy út. Azt nézem, hogy az én kijelölt utam az ugye nem biztos, hogy jó, mert lehet, hogy nem láttam rendesen a térképen, hogy mégis merre kellene menni. Nézzük meg. Ott. Erre meg lehetne kerülni. Azt nézem, hogy ugye amerrá pont állok. Aha, ide megy egy ilyen. Lehet, hogy újra tervezés lesz. És akkor megyünk ide, és akkor így esetleg. Mert úgy látom, hogy az úgy nem megoldás, az nem a megoldás, és akkor itt esetleg el tudunk valahogy kecmeregni eddig a pontig. Na, nyomjuk neki.
Te belső beli. Afrika. Jó, mondjuk neki az a baj, nem tudom milyen mi a vizám. Én szívesen neki várnék ott a víznek, de hogyha esetleg elsüllyed a gép, akkor ugye elkezd sebződni. Kap ilyen horribilis dimincseket, ilyen 500-akat, vagy még nem is tudom mekkorákat. Másodpercenként, vagy két másodpercenként, és nagyon-nagyon gyorsan vége akkor a gépnek. És ugye akkor nem tudunk már semmit csinálni, csak beteleportálhatunk a városba. Vagy ha nem a városba, a garázsba. És ezért inkább a vizet azt szeretjük kerülni. Na jó, itt átmegyünk, a kis fenyőket azokat ki tudjuk vinni, elvileg. Ezeket a piciket, nézzük, aj! De nagyon szar a kamera nézet néha. De viszont valamennyire lendület kellett volna hozzá, oké, kitölte jó. Kaptunk egy kis dimincs valamit, nem baj. Itt kellene jobbra fordulni szerintem. Jó, hát ezek a kis fák, ezek semmi problémát nem okoznak. Ez az. Azért élőben kipróbálnátok egy ilyen gépet, mi? Én is, komolyan. Egy ilyen farönköt teszem. Szerintem azért valamilyen szinten egy ilyen sofőrnek, aki ezzel dolgozik, azért egy élmény, nem? Egy ilyen géppel küzdeni, hát ez... Nem tudom, nekem legalábbis az lenne, olyan franc, olyan, mint a levegővel lennénk, és igen, azért már a levegővel vagyunk. Ez egy nagyon jó kép. Ez tetszik. Beteg jó. Ugye a rakomány miatt feláll az eleje, de és nagyon durva, és még mindig. És mekkora nyomás került a gumikra hátul, így lapultak be. Na jó, oké, nézzük. Úgy látom, hogy itt ki van taposva egy ilyen út. Megint arra vezet. Itt, de hát nekem arra nem tudok elmenni. Muszáj lesz nekem itt árvárni, meg kell próbálnunk most. Úgyhogy készüljetek, vagy itt lesz vége a gameplay sorozatnak, valamint a game, ennek a gameplaynek, vagy nem. Meg kell próbálnom. Próbáljunk meg ugye mindenképp nyílgáz, mivel ugye akkor esetleg víz alatt is átmészelhetjük a damage-eket, hogyha gyorsan átérünk. Nem tűnik mélynek, ez jó, hop. Mázli volt, nem kaptunk sérülést, itt meg gyors ki is megyünk. Hát igen, azért ezt ezzel a géppel lehet megcsinálni, szerintem mással nagyon nem. Ezt a műveletet, amit itt végeztem. Amúgy máshol is át lehetett volna, ja ez nem annak a... Itt akkor le kell vennünk mindenképp jobbra. Erre. És erre valamerre. Erre valamerre le kellene jutnunk, így. És erre itt végig. Ez már akkor jó lesz. Ez a zöld? Nem tudom mi az a zöld, úgyhogy nézzétek. Ez valami zöld mocsár, vagy valami fűes rész? Ezt nem vágom. De majd mindjárt kiderül, hogyha csak ki nem fogy az üzemanyagunk. Viszont még azért van üzemanyag. Nem nagyon bízom benne, hogy le tudom szállítani, de most már kezd így... Kezdek optimistává válni. Mármint az elején nem bíztam benne egyáltalán, hogy én ezt le fogom tudni szállítani. Az a nagy mázli, hogy azért elég széles utak vannak, és nem kell kocskeringoznom az erdőt, az megőrítene. Hoppá, mi ez a fahíd? Na gyerekek! Most őszintén, ez szerintetek kibír egy ilyen rakományt, meg egy ilyen gépet, vagy nem? Most az miért borulok bele, hogy beleborulok, figyeljük inkább a hidat, ugye, hogy nem elkezd el szakadni, vagy valami. Ez le tud szakadni? Nem ismerem annyira a játékot, nehogy az legyen. Hoppá, hajlott. Láttátok? Hajlott a hit. Na nyomjuk neki. Csodálkoztunk eleget rajta, hogy ajlik a hit, ugye? De tényleg megijedtem, az érdekes lett volna, hogy be. Hoppá, nehogy már! Azt nézem, hogy ez egy ilyen... Ez egy ilyen... Azt nézem, milyen szerepentén is rájöttem, hogy ez egy ilyen... Egy hegyre vezet fel, úristen! Hát itt aztán nem tudom, hogy felmegyünk-e. Ez egy ilyen kurva merenek hegyre megy fel ez a kacskaringos út. Ó, Jézus, ez lehet, hogy itt nekünk ez beteszi a kaput. Itt ez felmegy.
Nem tudom, honnan nézzem, vagy hogy nézzem, ahogy hogy jól látni lehessen. Így a jó. Úristen, csúszik. Rúgnak a kerekek, száraz a talaj, de egy idő után reássák magukat így is. Bassza meg. Ez nagyon jó. És kurva jó, kurva jó. Nagyon jó, halad felfele. Itt újra nagyon szűk lesz ez a forduló. Meg kell állnom, amit nem nagyon örülök neki. Nem jó. Kicsit hátra gurulunk. Oké, hopp. Az a baj, hogy az irányított kerék még ráadásul a levegőbe is van. És így tényleg nem nagyon akar fordulni. Hátra csurgok, aztán azt csinálom, hogy egy kicsit befordulok. Még egy picit engedjük? Hoppá, így jó lesz, ugye? És átszedjük, igaz, hogy a levegőben van. Jó lesz ez, jó lesz ez. Hú, gyerekek, azt néztem, hogy azt hittem, hogy elfogyott az út, de van valami. Van valami kis útszerűség. Jó, menjünk. Hát ugye a vontatmány az nem az úton jön fel, sajnos szerencsére nincs ott fa. Hát baj van. Menj, nem állok le. Ó, gyerekek. És azt nézem, hogy hol nem lenne fa, ugye. Ó, a kő, nézzétek, ott a kő. Kőben is elakadt. Na most itt mi lesz, gyerekek? Kicsit hátra tolunk, ezt megpróbálom valamennyi lendületet venni, bár itt lendületet venni azért erős túlzás lesz. Hát nem tudom az eleje, hogy benne a földbe az eleje, nem a kerékben az eleje, a földbe, hanem a jármű. Nyomjuk. Mentünk valamennyit előre? Megyünk, mozog. Hát. És most már még mozog? Nem. És kurvára nem mozog. El fog fogyni az üzemanyagunk, gyerekek. És tudjátok mi a probléma? Azok a rohadt kövek. Hoppa. Elindult. Azok a rohadt kövek ott, a kerék alól, ha kikerülnének hátul, kikerültek, jó. Szántottunk azokkal a kövekkel ott hátul, a rohadt trailer alatt voltak, most meg nézzétek, mit csinál a trailer, mert a föld alatt megy szinte, és úgy húzzuk a kerekét, ott hátul, nézzétek, látjátok? Ez konkrétan nem gurul, hanem szánt. Jó, hát én nyílgázzal fogok itt fölfel menni, aztán ameddig bírja. Nem tudok mit csinálni, itt aztán diffit meg mindent nem tudok kikapcsolni. Kénytelen vagyok nyomni neki. Ha más nem, akkor megpróbálunk eljönni a kamazzal üzemanyagot hozni. Ez nagyon beteges. Megint itt talán lesz egy kis egyenes. Az a baj, 23 liter teszik percenként, és összesen van 68 literünk, tehát akkor meddig bírjuk? 3 percig maximum, addig se. Hát ez nem lesz jó. Vagy milyen szépen bírtuk? Na jó. Csak fel ne borítsuk meg ráadásul. Na jó, meddig tudok, megyek. Az a baj, hogy most kellene leginkább ugye aludni, meg ráadásul sötétben. Csak most nem fogok aludni, ne haragudjatok, most itt a sötétet kénytelen vagytok elviselni. Mivel nem akarom azt, hogy itt kelljen megállnom, mert innen aztán az életben nem fogok feljutni már. És őszintén az a fa mennyiség megér annyit, amennyi benzint én, vagy üzemanyagot elhasználok. Nincs probléma. Végig szántottuk itt ezt az utat.
Nem annyira volt rossz szám ez, amint úgy legalább megvan, az, megvan a rakomány, megvan minden. Jó, kiértünk, egyenes út, száraz út, úgy látom. Pici pihi. Pici pihi, oké. Okay. F1. Igen, és úgy látom, hogy itt ez full egyenes út lenne. El kéne indulni, ameddig bírunk, addig elérünk. Azt csináljuk, hogy wifi-t kikapcsolom. Meg esetleg, hogyha nagyon jó... Hoppa. Ha nagyon jól menne, akkor kikapcsolnám az összkereket, és wifi-t kilöktem. Ezt nézzük, hogy el tud-e boldogulni. Kikapcsoltam az összkereket is, mert úgy látom, hogy azért itt eléggé szárad a talaj. Marad csak a wifi kikapcsolva, ez az összkerék, ez kell azért nekünk. Azért van súlyám, gyerekek. Na most például a wifi-k jól kapcsolva, nagyon szépen megy. Ugye száraz az út. Megint ásta magát. Megnézzük, 17-29 litert teszik wifi-vel. Wifi-k kikapcsolva 20 litert. Na, azért az 19-et azért úgy barát itt. Inkább megpróbálunk lendületből gyorsan menni. Meg hogyha nagyon látom, hogy forog a kerék, elrúg, akkor kapcsolok wifi zárat. Jó, még van 25 literünk, akkor elvileg körülbelül olyan kicsit több, mint egy percig tudom közlekedni. Hát itt most meg majd biztos megint kell kapcsolnom egy keményebbet. Kilenc literünk van. Azért itt kéri a kakaót. 14 literünk van. Jó. Azt hiszem, hogy itt lesz a vége. 11 liter. 10 liter. 9. És itt még meg is kell állnom. Jó, menjünk egyenesen, nem tudom. Nehogy már még elágazás is lesz, nehogy még véletlenül is tudjam, hogy merre kell menni mi. Van 5 liter benyánk, azt hiszem ide félreállok, standardre rakom ide a fa mellé. 4. Jó. Van 3 liter benzinünk, vagy üzemanyagunk, ennyi. És akkor ennyi volt. Ide leparkolunk. Ezzel a maradék 2 literünkkel. Nagyon jó, oké. Okay. Jó. Motort leállítjuk. És akkor az a helyzet van. Úgyhogy nézzük meg, hol vagyunk. Ide vagyunk és marhára nem vagyunk messze. Hát azért még marhára messze vagyunk. Ajaj, gyerekek. Helyzet az, hogy a tartály kocsival le kéne lánszorognom valahogy. Itt azt nézem, hogy ez egy aszfaltos út. Hiszen ezek a szélesek, ezek aszfaltosak, vagy ezek a szürkék. Úgyhogy valószínűleg, hogy az felmegy, egész nézzétek, idáig a garázsig, ugye? Innen rá tudnék törni erre az útra, és akkor valószínűleg ez így lejön. Lejön vagy oda. Tehát akkor el tudnék jutni a tartálykocsival a garázstól a mazunkig. És akkor meg is próbálom azt szerintem egy tartályautóval, megpróbálok eljutni. Úgyse próbáltuk még azt a tartálykocsit, és akkor a következő rész arról fog szólni, hogy azzal megpróbáljuk leszállítani a benyát. Vagyis az nem a benyát, hanem gázolajat, mivel ugye gázolajjal működnek ezek a járművek. Na, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett a videó esetleg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és folytatás következik. Sziasztok!